Így néz ki palackozva Máté Szalka első és hivatalos bora. A polgármesternek mutatja Maul Zsolt. A villányi borász korábban már többször is járt a városban, több mint 3 éve borkóstolókat szervez Máté Szalkán, idén pedig a Fényfesztiválra is meghívták. Ekkor született meg az ötlet, hogy legyen egy hivatalos bora a városnak. A bor az egy 2019-es évjáratú Sauvignon Blanc, egy nagyon-nagyon szép, gyümölcsös, friss, citrusos, kellemes, üde fehér bor. Nálunk ez a bor, ez Szolár néven van forgalomban, már évek óta dolgozunk ezzel a szőlőfajtával, ugye egy nagyon könnyű, üde fehér bor. Mi szeretnénk, hogyha itt a város, mint a városbora, itt a vendégeinek lennének majd átadva, ugye egy kicsit vinni a mi hírünket is ez a bor, de nyilván elsősorban Máté Szalka városának a hírét kell, hogy vigye majd. A palackok hátcímkéje egy üzenet a városhoz, amelyet a Fényfesztivál ihletett. 2019 egy különleges év a város életében, ezért készült el a bor, közölte Hanusi Péter polgármester. Éppen 50 éve annak, hogy a város újból várossá lett avatva 1969-ben, és hát egy születésnaphoz hozzátartozik az, hogy szeretteinket, vendégeinket különleges itallal is kínáljuk, és kocintunk az ünnepelt egészségére. Adott esetben most egy egész város az ünnepelt. Máté Szalka borát a Szatmári Múzeumban mutatták be. Az önkormányzat jelenleg még keresi a lehetőséget arra, hogyan tudják majd elérhetővé tenni a vásárlók és az érdeklődők számára.